Szia! Akkor bemutatnám a ASP motoronnak a karburátorát. Leszettem a motorról, meg felraktam egy gépsatúra, hogy könnyebben mutogathassam. Tehát most ugye a szervó kart mozgatom, és látszik, hogy az a henger, amiről beszélek, az ott középen elfordul, és szabályozza a bejövő levegő mennyiségét. Kivenném a főtűt, hogy ne is zavarjam, és megmutatnám, hogy mi történik akkor, amikor csavarhúzóval állítom ezt a tűt, az ellentűt. Ha ezt most a, én folytószeretnek nevezném még mindig ezt a hengert, teljesen nyitva tartva, ütközésig betekerem az ellentűt, akkor már csak ennyi játéka marad a folytószeretnek, gyakorlatilag minimális. Ha most másfél fordulattal kitekerem, akkor sem tudom teljesen lezárni a folytószerepet. Tehát kérdésem az, hogy az ellentűt a folytószerepnek milyen állásában kéne ütközésig betekernem, és onnan vissza másfél fordulatot. Most csak ugye érdekedvéért kitekerem az ellentűt, és akkor látszik, hogy az a szembe lévő, tehát ebből az irányból bejövő csőbe fut bele, és amikor el van zárva a levegő útja az általam folytó szerepnek nevezett valamivel, akkor ő is zár az üzemanyagon. Azt is látjuk ugye, hogy amikor forgatom ezt a hengert, ezt a folytó szerepet, akkor az ki is, be is járkál. Hát akkor ennyi, talán ebből talán te is jól látod, hogy mi az a probléma, amivel én küzdök. Köszönöm, hogy megnézted.